Egy rekamét, hűtőszekrényt, mosógépet, íróasztalt és székeket pakolnak a fehérvári Tűzoltó Egyesület tagjai. Az adományt annak a seregélyesi családnak szánják, akiknek albérete egy hónapja éget kiszintett teljesen, benne az összes bútorukkal. Mikor az önkéntes tűzoltók hallották a hírt, összekészítették a családnak a bútorokat. Nem ez volt az első alkalom, hogy segítenek hogy kezdődött még 2010-ben az árviznél, és vannak kezdve minden, ahol akik felajánnak bútorokat, háztatási gépeket, azokat mind begyűjtjük, és amikor ilyen káresemény történik, tehát akkor mindjárt fölhívjuk az illetékest, és akkor megkérdezzük, hogy mibe tudunk segíteni. Ez pedig már a megérkezés pillanata. Horváth István és gyerekei örömmel fogadták a felajánlást. A csak nem egy hónapja történt tűzben, mindenük elégett. Szó szóval szerint semmiük sem maradt. Most egy fehérvári albérletben élnek hárman, a mosógépnek és a hűtőszekrénynek körültek leginkább. Nagyon jó eset, hogy ennyi ember tud segíteni rajtunk, mert ezt még nem tapasztaltam. Eddig általában, ha én tudtam, én segítettem, most, most rajtam kellett segíteni, úgyhogy nagyon jó volt. Az önkéntes tűzoltók egyébként szívesen fogadnak évközben is adományokat, hogy minél több bajba jutott családon tudjanak segíteni. Keresik azokat a felajánlókat, akik jó állapotú, de feleslegessé vált bútorral, háztartási cikkkel rendelkeznek, és kérik őket, jelentkezzenek valamely elérhetőségükön.